egyszer arról is érdemes beszélni, hogy hol van a politikai döntéshozók horizontja. Tehát milyen időtávra terveznek, mennyire látnak előre. És a mi szakmánknak, a szóval így fogalmazom, az államvezetésnek van egy olyan kellemetlen fejleménye az elmúlt másfél-két évtizedben, ezt közelről látom, magam is tapasztalom, hogy a politikai beszéd, a kommunikáció, az emberekhez való beszéd, és az ebből fakadó politikai gondolkodásnak az időtávja egyre rövidebb. Korábban az volt, hogy a... Voltak hosszabb távú és középtávú programok. Ma a politikában alig beszélünk közép- és hosszú távú programokról. Ehelyett bejött először, hogy akkor címoldalon mi lesz majd másnap az újságba. Aztán most már újság sincs, most már az a késő hogy egy órán belül uh, mi lesz az online felületeken, ki mit mondott és arra hogyan reagál. És ez beszűkíti a volt. Mo most is itt egy migrációs vita, arról nem hallok egyetlen véleményt, csak akkor 10-20 év múlva milyen arányban lesznek majd más kultúrából és civilizációból jövő migránsok egy országban, és mennyi lesz az őslakosoknak az aránya. És ebből mi következik a politikára nézve. Az biztos, hogy ha 34 millió embernek a baloldaliak Európában szavazati jogot adnak, akkor hosszú időn keresztül számíthatnak arra, hogy az ő szavazatukat majd és támogatásukat élvezik. A magyar baloldal is ezen törő a fejét, tehát ne áruljunk zsákmacskát, ne, ne csak a nyugatról beszéljünk, hanem magunkról is.